Ha gyereknap, akkor tűzoltóság. Idén is megrendezik a nyitott szertárkapuk elnevezésű programot. Az ország több helyszínén is kinyitják a kapukat. Nincs ezzel másként a hatvani tűzoltóság sem. Tulajdonképpen ez egy országos program, ez a nyitott szertárkapuk program, amikor a gyereknap keretein belül minden egyes kedves látogatót várunk a tűzoltóparancsnokságokon, nem csak a hivatásos, hanem az önkéntes tűzoltóegyesületek erre a programra regisztrált tűzoltóságain is, ahová minden egyes látogatót körbe kalauzolunk, megnézhetik azokat a szereket, felszereléseket, a mindennapi élet során használt tárgyainkat, körleteinket, ahol tulajdonképpen a mindennapi életüket érik a tűzoltók. Összesen 390 helyszínen, az ország legtöbb hivatásos tűzoltó laktanyáján és őrsén, a csatlakozó önkormányzati és önkéntes tűzoltóságokon, kiállítóhelyeken, valamint a budapesti tűzoltós kanzenben várják szeretettel a látogatókat. 106 hivatásos tűzoltó parancsnokságból 91 jelezte, hogy megnyitja kapuit. Továbbá 47 katasztrófavédelmi őrsből 37. Ezen a napon a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma is nyitva lesz. 17 vármegye székhelyen található tűzoltó parancsnokság ugyancsak várja a látogatókat. Aki az utolsó pillanatban dönti el, hogy ellátogatna egy tűzoltóságra, azok is megtehetik. Van lehetőség a regisztrációra, ami megkönnyíti tulajdonképpen a logisztikát. Egy interneten megtalálható telefonszámon lehet itt bejelentkezni, de akkor se történik nagy tragédia, ha ez nem történik meg, akkor is szeretettel várunk mindenkit, hogyha bejelentés nélkül érkezik valaki. A tűzoltóságok egészen 4 óráig várják a látogatókat vasárnap. Aki kíváncsi egy tűzoltóautó felépítésére, hogy milyen eszközöket visznek egy vonulásnál, vagy hogy hány tűzoltó dolgozik egyszerre, azoknak remek program lesz a nyitott szertárkapuk elnevezésű program.